A tavalyi év egyik legnagyobb beruházása már 50 os készültségi fokon áll. Az elmúlt esztendő nehézségei ellenére több fejlesztést is végrehajtottak Tolna városában. Többek között az elkészült játszóházat is átadták, bár csak egy délutánra tudták a gyerekek birtokba venni a létesítményt a vírus okozta korlátozások miatt. Tolnaváros 2020-as költségvetését és az előre betervezett projekteket is felborította a világjárvány megjelenése. A 2021-es évre az egyik terv, hogy ezeket pótolják, és hogy tovább fejleszték a várost. Ezért de szeretnénk, hogyha Szexádról Tolnára is vezetne egy kerékpárút, illetve Tolnán belül is a kerékpár a kerékpár utat meg tudnánk újítani, és esetleg szélesíteni tudnánk ez egy nagyon-nagyon fontos projekt lenne. Ezen kívül járda rekonstrukciót, utak bővítését és hosszabbítását, a csapadék vízelvezetés korszerűsítését tervezik, valamint az egyik legnagyobb és legsürgetőbb projekt a tolnai Dunaholták kitisztítása és összekötése az élő Dunával. Bár érvényben van még a rendkívüli jogrend, a Peszhofer Ágnes elmondta, hogy mindenképpen kikéri a képviselők véleményét a 2021-es tervek és költségvetés elkészítéséhez. Ennek első és legfontosabb szempontja mindig tolna fejlődése, mondta a polgármester. Hát én azt szeretném, hogyha, hogyha tudnánk épülni, szépülni a jövőben is, és ahhoz, hogy az önkormányzat és a város fejlődjön, ehhez az emberek jóléte is szükséges, tehát én azt is kívánom mindenkinek, hogy találja meg mindenki a saját számítását. A város vezetője elmondta, reméli, hogy idén is olyan jó ütemben haladnak majd a projektek, mint tavaly, és sok nyertes pályázatot valósíthatnak majd meg.